Nem jó a méret, nem jó a szín, és meg annyi probléma előfordulhat a karácsonyi ajándékok megvásárlása kapcsán. Lényeges, hogyha a termék hibátlan, de nem tetszik, vagy nem jó a méret, a blokkjára írják rá, ha a kereskedő hajlandó visszacserélni az árucikket, ugyanis hibátlan árucik esetén nem kötelező a csere. Előfordulhat az is, hogy ilyenkor nem üzletekben, hanem piacokon vagy karácsonyi vásárokban vesszük meg az ajándékot, amit mindig ki kell próbálni a helyszínen. Jó tudni, hogy a hibás termékek esetén a szavatossági igények érvényesíthetők. Létezik az úgynevezett háromnapos csereszabály, amikor is 72 órán belül a termék kicserélhető. Előfordul, hogy egy-egy nagyobb értékű ajándékot hitelre szeretnénk megvenni, érdemes figyelni a hitelfeltételekre is. Amikor most karácsonykor úgy tűnik, hogy kecsegtető ajánlat, az később esetleg évekig fogjuk fizetni, és százszor megbánjuk azt, hogy hitelből vásároltunk. Nyilván vannak olyan árucikkek, amelyek olyan nagy értékűek, hogy csak hitelből tudjuk megvásárolni, ez természetes, de kisebb értékű dolgokat inkább ne hitelből vásároljunk. A karácsonyfa alá kerülő ajándékot rendelhetjük az internetről is, hiszen az online kereskedelem virágkorát éljük, de győződjünk meg arról, honnan szerezzük be a terméket. Mindenképpen nézzük meg, hogy a felületen megtalálható-e az egyéb elérhetősége. Abban az esetben, ha panaszunk van, akkor hogyan tudunk eznek érvényt szerezni, valamint akármennyire is kellemetlen, olvassuk el az általános szerződési feltételeket, hiszen be kell kattintanunk egy kis négyzetbe, hogy azt tudomásul vettük, ugyanis abban vannak benne azok a úgynevezett apróbetűs részek, amik alapján tudjuk, hogy hogyan kell eljárnunk, ha panaszunk van. De ebben az esetben a legfontosabb tudnivaló az, hogy itt 14 napos, tehát naptári napos elállási lehetőségünk van, amelyet abban az esetben is gyakorolhatjuk, hogyha nem hibás a termék. Akár az interneten vásárolunk, akár külföldön, ha az Európai Unión belüli kereskedéstől vettük a terméket, akkor az európai jogszabályok szerint védhető a fogyasztó. Nem érdemes arról sem megfeledkezni, hogy kifogással a békéltető testülethez lehet fordulni.